Szervusztok! Ebben a videóban szeretnék beszélni egy picit az egóról. Valamelyik kötők kérdezte, de nem tudom nevet, elnézést. Az a név, hogy Csillis Csoki. Jó? És azt mondta, hogy egyszer szívesen hallanék erről az egó témáról többet is. Azért kérdeztem rá, mert az előadásaidban valahogy szörnyen negatív dologként utalsz rá. Legalábbis én így hallottam, hogyan kellene kezelnünk, gondolom nem szabad engednünk, hogy túl nagyra nőjön. A folytatódik még a kérdés, hogy hol van az ego, mi az ego, bennem van, akkor az is én vagyok. Akkor miért kell vele harcolnunk, miért kell legyőznünk, vagy visszaszorítanunk, jó? Ezeket mind beteszem a komment részre. Na most, mondok egy pár így dolgot, ötletet, megközelítési módot, mert az egót nem egyszerű elmagyarázni. Azok az emberek, akik ugye pszichológiát végeztek, akkor ők tudják, hogy van az ego, a szuperego, akkor ez meg az, de abban nincs igazán. Én azt vettem észre, az én elmei síkokban nincs sok igazi megértés. Az igazi megértés, azt tudni kell az elméletet és a gyakorlati kivitelezést és a gyakorlati részét. Az ego is úgy fel lehet úgy fogni, hogy ez egy része, az elménknek egy része, ahol mi bennünk vannak elraktározott történetek, amik negatívak, és azt az ego próbálja valamilyen szinten titokban tartani és bújtatni. Az ego ugyanakkor az a részünk is, ami büszkévé tesz minket. Tehát az kell. Büszke vagyok arra, hogy jó munkát végeztem. Büszke vagyok arra, hogy becsülettel csináltam valamit. Az egóba akkor ott van az is, hogy valamit megcsinálunk. Tudod, mit azt mondták nekem, hogy ezt én soha nem fogom tudni megcsinálni, bebizonyítottam, hogy meg tudom csinálni. Tehát ezek azok a részek, amik tök jók. Tudjátok, hogy az élet nem volt fenékig tejfel a legtöbb embernek, főleg a fénymagoknak nem, és nagyon sok megaláztatásban volt részünk. Én is emlékszem, mikor, elmondok egy vicces történetet, én 21 évesen jöttem ki Amerikába, akkor 89-ben. És én rögtön elkezdtem egyetemre járni, én tanultam angolul akkor, de rájöttem, mikor leszálltam a JFK-n, a New York City-ben, hogy közöm nincs semmihez, semmit nem értettem. Pedig évekig tanultam angolul. Utána levezettünk Észak-Karolinába, Chapel Hill volt a város neve, ott laktam 5 évig, és ott jártam először ilyen főiskolá szerűségre, utána meg egyetemre. És ahhoz, hogy bekerüljek a főiskolára, el kellett, hogy végezzek ilyen felvételi, ami megmutatja, hogy mi a szintem. És hát nem beszéltem jól angolul, akkor még, mint rájöttem, és egy eszméletlen bukta volt az egész. És akkor ugye a kockafejű értékelési rendszer azt mondta, hogy én úgy hívják, hogy remedial, tehát szellemileg fogyatékos vagyok. És akkor én azt mondtam, hogy tudod mi? Kap be, mert majd én megmutatom neked, hogy nem az vagyok. És ez az erő, ez hajtott engem, tehát ez is az ego, valamilyen szinten a jó oldala, mert bebizonyítottam, hogy merészeltek ti engem szellemileg fogyatékosnak hívni, csak nem beszéltem a nyelvet. De az a rész, az elvitt tovább, hogy az egyetemen is cum laude-val végezzek, és hogy minden nagyon jó minőségbe készítsek el, és teljesítsek. Tehát ez a szép része, hogy azért hajt minket, de ott van egy olyan része is, ami kiéget minket. A meg nem gyógyított részeinket az ego próbálja titkolni, vagy a szőnyeg alá söpörni, és ez azért csinálja, hogy a meg nem gyógyult részünk előbb-utóbb kitör és dühös lesz és beszól, amiből bűntudatunk lesz, és az ego meg kell a bűntudat.
Az, ó, hogy lehetek ilyen hülye. És akkor az a baj a gyógyulatlansággal, így az elmi gyógyulatlansággal, hogy egyre többet teszünk olyat, amiből bűntudatunk lesz, és egyre inkább leszűkül a világunk, mert ha ki akarunk lépni, akkor abban bűntudat van, ha be akarunk szólni, akkor abban is bűntudat van, nem tudjuk kimondani az igazat, mert az is fáj, és előbb-utóbb ezek jönnek a kitörések, a visszafojtott dolgoknak egy megjelenése. Tehát ez volt így az egónak így a jó része, ott ami hajt. De előbb-utóbb azt is vissza kell hozni a központ, vagy a középpontba, hogy integrálódjon, mert különben, hát ahogy mondtam, kiégünk benne. Minél mélyebben megyünk az elmébe, ha emlékeztek arra a táblázatra az árnyoldalos képen, vagy az árnyoldas videóban, annál trükkösebb lesz az ego. Az ego nem akarja, hogy ezt a raktárhelyiséget mi kitakarítsuk. És miért? Mert mondtam, hogy ha ki lesz takarítva, akkor nem mondunk hülyeséget, akkor nincs bűntudat, akkor kimondhatjuk az Isten igazságot minden félelem nélkül, és akkor már nem lehet minket kontrollálni. Na, az nem az egónak a célja. Minél mélyebb megyünk az elmében, annál nagyobb konfliktust veszünk észre az ego és a teremtő között. Ez olyan, mint egy erőharc, úgynevezett hatalmi harc. Ezt az emberek nem nagyon tudják. Ezeket a hatalmi meg erőharcokat mi kivetítjük. A párunkra, a tanárokra, más olyan emberre, aki olyan pozícióban van, ami mi szeretnénk, de még nem értünk el. Hadd korrigáljak egy mondat erejéig, hogy az erőharc az nem ugyanaz, mint a hatalmi harc. Az erőharcok azok, mikor úgy érezzük magunkat, hogy bennünk egy trauma miatt a mi személyes erőnk, férfias erő vagy nőies erő kompromisszumot kötött, vagy azaz kompromisszumos állapotba került, és akkor ilyen erőtlenségből próbálunk harcolni. Akkor mindenkit más, minden más embert mi erősebbnek látunk, mint mi, de az csak annyit jelent, hogy mi egy traumában vagy több traumában mi elutasítottuk a személyes erőnket. De a személyes erőben ott van a nőies erő, ott van a férfias erő. Ezek mind el vannak utasítva majdnem minden emberből. Az elme az nagyon specifikus. Azért én nem szeretem ezt a nagy, ilyen magas röptű beszélgetések. Hát az erő mindenkiben ott van. Hát ott van, persze, csak meg van tagadva. És akkor annak van a női oldala, annak van egy férfi oldala, az alatt vannak a töredezettségek, és amíg ezt a finom mechanikáját nem alkalmazzuk, addig az egész csak egy, ahogy angolul mondom, hogy talk, 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 csak az egész egy üres beszéd. És az erőharcok ugye kijön kapcsolatokban, ez is az ego. A férfi erő, a férfi erőtlenség küzd a női erőtlenséggel. A férfi erőtlenség küzd a női elutasítási lehetőségtől. Hadd mondjam kicsit másképp. Az az ember, aki nem tud, aki fél attól, hogy ott hagyják, az fél az elutasítástól. Aki fél az elutasítástól, annak ott van egy olyan trauma, amit úgy hívnak, hogy a szívtörés. Egy nagyon-nagyon trükkös, nagyon sokoldalú, elég utálatos traumák. Tehát ha itt van egy férfi, akit már traumatizáltak, és nem érzi magát eléggé férfinak, az csak egy kezdő kijelentés alatt ott van még egy csomó olyan struktúra, amire a legtöbb ember nem tud, akkor az a nővel úgy fog viselkedni, mint egy erőtlen férfi. Az is az ego. A sérült hím, vagy a férfi ego küzd egy másik számára veszélyt jelentő valamiben. Azért kell belül dolgozni magunkon, mert mindig attól félünk, hogy nekünk valami nem fog kijutni, nem történik meg, ahogy ezt mi szeretnénk,
És akkor mi harcba szállunk már csak a gondolatával is. Ezért kell nagyon vigyázni, vagy nagyon ismerni, hogy mi folyik belül. Az egónak ott vannak még olyan dolgai is, ami nagyon egy közismert kifejezés, úgy hívják, hogy önszabotás. Ezt én is tanultam a mentorom, egyik nagyon profi mentoromtól most már. Még San Diego-ba éltem annak, hát kb. 4-5 éve lehet. Úgy összefolynak az évek, amúgy azért gondolkozom sokszor, mert én már itt vagyok a Phoenixben majdnem 4 éve, és úgy tűnik, mintha csak 2 lenne. És ettől a mentoromtól tanultam, aztán most már én is látom, mert tudod, én is. Én azért tudom, amit tudok, mert magamon át kellett ezt gyógyítani, meg át kellett menni, plusz kliensekkel dolgozom, és a kliensek még segítettek inkább rávilágítani, hogy mi folyik egy emberi elmében. És ez a mentorom mondta, hogy az ego azt csinálja, hogy szándékosan, mivel neki szüksége van a bakikra, szüksége van a bűntudatra, hogy ő szándékosan arra tereli az embert, hogy rossz választást hozzon, vagy rossz döntést hozzon. Na most jó ez-e vagy rossz-e? Hát az ember, mikor először hallja azt, vagy hogy hát ez nem jó, ez fárasztó. Igen, azért kell megtanulni a technikát és a belső munkát ezen a szinten, hogy az ego is közreműködjön velünk, és ne ellenünk dolgozzon. Akkor föl lehet ezt fogni egy kicsit magasabb, ilyen spirituális szinten, hogy milyen jó, hogy van, mert ezáltal mi erősödünk, ha felismerjük az ő trükkjeit, meg stratégiáit, akkor magunkban megtaláljuk ezt, mivel minden bennünk van, akkor azt mi át tudjuk formázni, felemelni, és akkor egységet teremtünk az egóval. Hát ez így szép és jó, és akkor ennek vannak a gyakorlati kivitelezései. Kérdés, mi az ego haszna? Hát ez, hogy megtanít minket rálátni nem csak a felszínes dolgokra, hanem a mélyben lévő dolgokra is, ami kijöhet csomó mindenféleképpen, az agresszivitásunk az is az ego. Kifelé agresszív az ego. Hát aki úgy éreztük, hogy minket elseggelt, elnáspángolt, azt szerint, az a meg nem bocsájtott traumák. Az ego azt azért csinálja, hogy akkor mi valakit letámadunk szóban, vagy fizikailag, és utána úgy érezzük magunkat, vagy rosszul érezzük magunkat, és akkor ott a bűntudat, és akkor ő abból táplálkozik. Nagyon sok minden folyik a mai világban, ezt is látjátok, meg én is említettem, és az egónak van még egy olyan funkciója is, hogy az alsó csakráinkat képviseli. Egy ilyen úgynevezett kísérletben van most az egész omniverzum. Nem az univerzum, hanem annak a nagyobbik verziója, az igazi verzió, az omniverzum. És mi is egy kísérlet vagyunk, te is, én is. Ilyen még nem volt a teremtés történetében, ami most folyik, hogy egy élő testben, anélkül, hogy elhunynánk, hogy emelkedünk egyszerre. Mindig az volt, hogy vége az életnek, és akkor, mikor újra visszajövünk, akkor már magasabb tudatossággal jövünk. Most az van, hogy a tudatosságunk emelkedik, ahogy a testünk is egyre inkább ki van téve ilyen magasabb frekvenciáknak. Azért fáj az embernek minden, azért érzitek magatokat, hogy fáj a fej, meg a haj, meg a test, meg a itt, meg ott, mert emelkedünk, de a testnek a régi emlékei, ami az elme, az ellenáll ennek az emelkedésnek. Ez az ellenállás, a feloldatlan régi dolgok. És ebben a teremtési kísérletben, ami most folyik, ebben van egy olyan is, hogy a teremtő azt mondta, hogy szeretnék egy olyan élő lényt teremteni, ami a legszudarabb helyen is megállja helyét. Ami a legmagasabb frekvenciában is megállja helyét. Tehát igazándiból, ahol megállja helyét bárhol a világban, az omniverzumban. És ezért nagyon sok ember, ezt is látjátok, gondolom, nagyon, vagy nem tudja hogyan kezelni ezt, mert ez a 3D-s Matrix világ, ez a megélhetés, ezek az alacsonyabb csakráknak volt, vagy a világa.
nagyon sok, ami nagyon előre haladott civilizációból jöttünk ide vissza, ahol a spiritualitás volt a mindennapos, abban éltünk. Tehát tudtuk, hogy ezt rágondolsz, tiszta a szíved, tiszta a lelked, és teremtettél is. Egymást szerettük, egymást segítettük, és nem volt ez a versengés, meg ez a, hát látjátok, ez az ökörrázos, igazán egy eléggé furinka ostoba világ. És ezek az emberek, akik érzik, hogy valami van bennem, valami hatalmas nagy dolog, de nem tudtak eddig gyökeret ereszteni ebben a mátrixos világban, vagy nem tudtak maradandóan pénzt keresen megélni, ez azért van, mert az alacsonyabb a csakrák nem, nincsenek integrálva. Mint mondtam, ez egy kísérlet. Ez is, amikor beteszünk egy jó tanulót, mondjuk most egy nagyon rossz tanuló közösségbe, és akkor mi történik vele? Ez egy ilyen esett tanulmány. Azért, mint mondtam többször, hogy ne vegyetek semmit magatokra, hanem tudjátok a magasabb elmélységot, és akkor alkalmazni kell a gyakorlati technikákat, hogy integráljuk az ellenállásokat. Jó, tehát ez is az egónak egy funkciója, hogy az alacsonyabb csakráinkat, amik ugye a, hát ezt úgy mondják angolul, reptilian, az a, az ilyen ősi gyík, ahogy itt is van, tudod, a gyík agy, az a reptilian brain, hogy annak a megfelelője. Ezt nem kell kivenni, ezt nem kell megtámadni, ezt nem kell visszaszorítani, hanem ezt integrálni kell. Az integráció azt jelenti, hogy áttekintjük a jó oldalát, áttekintjük a rossz oldalát, idézőjelben rossz oldalát, mert először minden azért van, hogy minket segítsen. Segítsen valamin átlépni, segítsen valamit megoldani, de a legtöbb megoldás az csak ideiglenesen jó. Utána átmegy rombolóvá. És ezért kell az integráció, mert megszünteti a romboló hatást, viszont hagyja tovább futni a segítő hatást. Ez az integráció, hogy a külvilág, amit mi elutasítottunk, ami úgy érezzük, hogy ellenünk van, azt a magunk javára fordítjuk, és akkor együtt tudunk menni és teremteni. Volt egy olyan kérdés, hogy gondolom, nem szabad engedni, hogy túl nagyra nőjön? Nem, nem, nem szabad. Ez persze tudni kell a pszichológiát, meg a rétegeződéseit. Én nagyon sok barátot, családtagot is elveszítettem az ego miatt. Minél többet tud az ember, és ez csak akkor lehetséges, mikor tényleg nagyon nekifekszik az ember, és kitakarítja az elmét, annál inkább látom ezeket a nagyon kifinomult trükköket, amiket ő csinál. Megint, amikor még a kezdetén vagyunk a dolgoknak, akkor ezek ijesztőek. Mikor látod, akkor ez csak egy kihívás. Az ellenség, ahogy Jézus is mondta, az otthon van, itthon van, bent. Az ellenség, mi vagyunk a legnagyobb ellenségeink magunknak, ez azt jelenti. A mi ellenállásaink, a mi önszabotázsaink, a mi szeretetlenségünk magunk irányába, az a legnagyobb probléma. És ezt az ego ezt szépen próbálja úgy terelni, meg kimutatni, hogy másokra vetítjük ki a dolgokat. Tudod, hogy mondtam, hülye tanár, hülye apu, hülye anyu, mindenki hülye, de mi vagyunk a jó fejek, és amit mi magunkban nem szeretünk, azt mi megtagadjuk és kivetítjük a külvilágra. És ez az ego irányítja. Jó? Tehát remélem, hogy ez így segített. Tehát van a jó része, van egy kezdeti hajtóerő, viszont az ego nem akarja, hogy egy bizonyos tudatossági szint fölé kerüljünk, mert akkor már rá nincs szükség. Ez olyan, mint egy ilyen élet-halál harc, ha belegondolsz. Azért kell őt tréningezni, azért vannak specifikus technikák, hogy nem harcolni kell benne, hanem ismerni a technikát. Valamikor ilyen aikidós stílusba kell tud elgáncsolni, az nekem is félrelépsz, nagyot taknyol, szevasz, na, kelljél fel, gyere. Tudod, minél lejjebb megyünk az elmében, ami nagyon mély, több, akár egy millió réteg is, ott lesz egy tartományban, amikor
kifejezetten észrevehető, hogy ez egy nagyon ilyen vad, dupla ügynök. Szépeket mond, de közben elgáncsol. Menjél, csináld, ez egy jó ember, ide menjél, ezt csináld, ezt választ. És azért kell visszatudni lépni, vagy visszalépni tudni, hogy ne dőlj be a saját hangodnak. Ahogy alakítod át az elmélyi ellenállásokat, meg a romboló hiedelmeket, meg az árnyoldalait integrálod, annál inkább az isteni hang, az intuíció, az fog dominálni. De addig, ami mondom, nagyon sok lépés, addig meg kell kérdőjelezni egy csomó mindent, hogy most ez honnan jön, és ezért mindig mondom, hogy a feeling, ez az érzés, ami van abból, legtöbb ember ugye abból hoz döntést. Ez jó érzés. Az ego termeli az érzést. És ha azt akarja, hogy csak egy bizonyos szintig jussunk el, akkor az is jó érzés lesz, mikor abba hagyjuk, vagy félúton kiszállunk. Akkor utána meg egy 10 év múlva jön egy eszméletlen bűntudat. Mert meg a lelkünk azt mondja, hogy mit csinálsz? Észnél vagy? Hát én mindent jól csinálom. Nem csinálsz jól, hanem az orrodnál fogva vezet az ego, mint egy mackót. Lánc. Tudod, ezt ismerni kell. Azért fogok nektek majd segíteni, tréningkurzusokat csinálni. Jó? Minél lejjebb megyünk ezen a táblázaton, azaz minél hátrébb megyünk, igen, a raktárhelyiségen, annál komolyabb ninja képzés kell. De amikor az ember azt mondja, hogy már krisztusi tudatosságot, már átdolgoztam magát az ember ezen a raktárhelyiségen, és már komoly ninja tudása van. Jó? Tehát mondom, ez nem egy harc, ez egy process, ez egy folyamat. És minél többet az ember tud magába megoldani, annál nagyobb erőre kap. És nem tudunk bizonyos szinteken túllépni, amíg fel nem oldjuk a traumákat. És el nem kezdünk egy olyan isteni vezetésben bízni, ami a saját, az életcélunkhoz vezet. Csak abba van megoldás. Régen a Matrixban ugye megvolt az, hogy menjél, dolgozz 8-tól 5-ig, megvan egy kis rutin élet, semmi baj nem volt, mert nekem is megvolt. De azok az évek elmúltak. Tehát most jön egy teljesen új világ, már érzitek, ezért van az a sok feszültség, hogy neked küldetésed van itt. A küldetés viszont nem jár félelem nélkül, az nem jár fájdalom nélkül, az nem jár transformáció nélkül. És akkor, mint egy záró gondolat, ezt is ide szeretném tenni, hogy mivel az ego az egy ilyen dupla ügynök, nagyon-nagyon kifinomult, olyan jókat mond, milyen jó hangod, milyen sejmes, mekkora, ugye, legjobb barát, aha. Az ego szereti az információt, viszont ki nem állhatja a transformációt. És ez itt nagyon sok ember beesik, hogy hát milyen könyvet ajánlasz még? Már eddig megvettem tudod, a fél Budapestet, mert mindent elolvastam. Az információ. Abban nincs transformáció. Én egy transformációs coach vagyok. Transformáció nem működik információ nélkül, és információ is kell, de amikor csak azon a szinten el vagyunk akadva, tehát csak elmélkedünk, és eszmei kutatások vannak, abban nincs változás, nincs transformáció, és ezt hívják homeosztézisnek. Nincs változás, nincs transformáció. Az egónak ez egy trükkje. Jó? Tehát ez nem rossz, nem jó. Ez egy, hát olyan szempontból jó, hogyha tudod, akkor fel tudod használni ezeket a úgynevezett ilyen ellenállási pontokat, hogy integrál és a maga javára felhasználva tudja fény felé haladni. Jó? Mert hogyha nem lenne az ego, akkor ugyanúgy élném, mint Lamúriában. Tudod, ez is kanál a száva, mindenki izé balalajkázik, és elgyengülünk. Tehát megvan annak is a rossz oldala. Tudod, az a lényeg, hogy amikor tényleg tiszta az elménk, és haladunk, egyfolytában haladunk, minden nap változunk, amitől amúgy az ego meg az ember fél, az a változás azt tesz minket attraktívvá, azt tesz minket kívánatossá, azt tesz minket hasznossá. Jó? Köszönöm a kérdést.
és remélem, hogy ez felvetett, vagy rávilágított egy-két aspektusára az egónak, és akkor a következő videón majd találkozunk. Szervusztok!